A csodálatos, ráhangoló dallamok után nagy szeretettel, tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik velünk együtt ünnepelnek a zene világnapján. Eredetileg a tegnapi napra esett ez a ünnepnap, de ma tudjuk megtartani, és szeretném megköszönni mindazoknak, akik tisztelik, nagyra becsülik és értékelik a zenét velünk együtt. Iskolánk 60. jubileumát léptük át, és szeretnénk ugyanúgy folytatni, és egyre előrébb vinni ezt a hivatást, amit kaptunk, és szeretném megkérni önöket, hogy továbbra is tartsanak ki velünk mellettünk, és gyermekeik zenei és művészeti oktatása mellett. Nem is szaporítom tovább a szót, úgyhogy mindenkinek tartalmas kikapcsolódást kívánok. Kedves közönségünk, nem vagyok nagyon improvizatív beszédterén, úgyhogy megírtam a szöveget. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ellátogatott a mai koncertünkre. A zene világnapját ünnepeljük a felcsendülő dallamokkal. Műsorunk repertoárja változatos és izgalmas lesz. Reméljük, hogy mindenki talál majd benne valami kedvére valót. Az első darab egy ismeretlen szerző Greensleeves című műve volt, egy csodálatos dallam, ami igazán megidézi a zene varázsát. A Greensleeves egy közismert angol dal, ami már a 16. század végén és a 17. század elején keletkezett forrásokban is előfordul. A cím jelentése zöld ruhaújjak, és egy ilyen öltözéket viselő hölgyre utal. Furján előadta Kovács Csiki Lilla gitárkísérettel. Második műsorszám, Georg Philipp Telemann, minden idők egyik legnagyobb életművével rendelkező német barokk zeneszerző. A most következő ária egy gyönyörű zenei utazás, amelyben mély érzelmek találkoznak a dallamokkal. Előadja Mózes Attila harsonát, kíséri Ferenc Gábor szongora.
kórusorszámunk Skylarki Hámon szonátája lesz, ami egy virtuózó valami, és reméljük, hogy magával ragadja majd közönségünket. Giuseppe Domenico Scarlatti, olasz barokkzene szerző, Alessandro Scarlatti, a híres nápolyi opera szerző fia, Bach és Handel mellett a barokkzene egyik legnagyobb alakja. A művet előadja Szakállas György Szomben. Két segítőt a közönség soraiból fölhívni, csak hogy például a Kodály Zoltán egyik legtöbbet idézett mondatát, hogy a zene mindenkié, ezt bizonyítsuk. Jó, de mit kell? Egy ilyet kell. Jöjjön. Még egy bátor jelentkezőt, aki a segítségünkkel lesz. Jöjj.
megyei népdala, amely a magyar zenei hagyományokat mutatja be egy modern szemlélettel. Bartók Béla, posztumusz Kossuth-díjas magyar zeneszerző, zongoraművész, népzenekutató, a közép-európai népzene nagy gyűjtője, a Zeneakadémia tanára, a 20. század egyik legjelentősebb zeneszerzője. A művet előadja Ferenc Gábor. Szerzője valószínűleg egy Tamás nevű ferences rendi szerzetes,
és az utolsó ítéletet eleveníti meg, fenséges egyszerűséggel megrázóan. Előadja Mózes Attila utazó orgonán. Köszönjük, hogy eljöttek, és reméltükkel megtiszteltek bennünket. Műsorunk zárásaként részleteket szeretnék játszani a Guitar Sis című etüdgyűjteményemből. Guitar Sis vagy angolul Guitar Sis. A cím egy szójátékon alapul, az angol Solar System naprendszer szavakból született egyfajta metaforaként. 9 tételből, vagy ahogy én nevezem, etudiumból áll. Ugye ezek a szimbolizálják a bolygókat. Továbbá egy magát a napfény szimbolizáló kezdőtételből. A 3 részlet címe, a napfénye beragyogja a bolygókat, ezt követi az első Merkur tétel, majd a 6. Szaturnusz című. Nincsen közük a bolygóknak a darabokhoz, vagy a daraboknak a bolygókhoz, de mivel pont ennyi született, meg a sok év alatt, ezért húztam rá ezt a naprendszer konfigumot. De el lehet képzelni magát a bolygót közben. A napfénye beragyogja a bolygókat. Igazából ezt úgy lehet elképzelni, hogy a napból elindul egy fénysugár és végig halad a naprendszeren. Most a bocsánat, hogy értjük, hogy se lehet szerzeni? Ezek sajátok, igen. Akkor szabadna a becsesen itt is. Tóth Ákos. Thank you.
Thank you.
Minden jót kívánok, viszontlátásra!